Szeretettel köszöntelek benneteket a Pentárt élő technika óráján. A mai napon ezt az órát fogjuk elkészíteni, remélem jól látható. Az előző órán egy olyan képet készítettünk, ahol először az üvegfestéseket, vagy az üvegfestékeket használtuk, és száradás után kikontúroztuk a munkánkat. Most ezt a technikát megfordítjuk, igazából ez a hagyományos üvegfestés, amikor először a kontúrt fogjuk elkészíteni, száradás után a kontúrt fogjuk kifesteni. Festékekhez természetesen a Pentártnak az alkoholbázisú üvegfestékeit fogjuk használni. Megkérem a lányomat, hogy segítsen, hogy meg tudjuk mutatni a festékeket. Én egy papírra felírtam a színeket, amiket használni fogunk. Igazából ez lesz a színtelen, a hajnalka, a viharkék, a piros vörösbor, sárga, narancs, rezeda és olivazöldek, és amennyiben szükséges, az oldószert, a szolventet fogjuk még használni. Tegnap este, amikor felraktam a bejelentkezést, az időpontot, én felraktam magát a mintát is, hogy aki esetleg szeretné előre elkészíteni a kontúrt, az el tudja készíteni. Jelenleg egy ovális üveg óralapot fogunk használni. Aki sokat fest, annak szeretném javasolni, hogy próbáljon meg vásárolni egy úgynevezett forgótányért. Úgy tudom, hogy ezt fából is lehet kapni. Igazából ez nagyon-nagyon nagy segítség, hogy ne kelljen állandóan a munkánkat mozgatni. Az előző adásban a forgótányér helyett egy hungarocell lapot használtunk, az is tökéletes megoldás, de azért ez mégiscsak nagyon megkönnyíti a munkánkat. Jelenleg a Pentacolornak a kínálatában 26 különböző univerzális kontúr szín van, bármelyik szint lehet használni a kontúrozáshoz. Remélem, hogy halljátok, amit mondok. Az a helyzet, hogy miközben dolgozni fogok, nem fogom tudni nézni a hozzászólásaitokat, ezért elnézést is kérek, de később mindenre meg fogok válaszolni, tehát nyugodtan tegyétek fel közben a kérdéseiteket, ahogy szeretnétek. Használok egy kis papírlapot, remélem látszik. Először a kontúrt egy kicsit kinyomom. Megnézem, hogy van-e benne esetleg csavarodás, letörlöm a csőrét. Az üveglapoknak a tisztítását én előre el szoktam készíteni, de javaslom, hogy semmilyen üvegpucolót és semmi más ne használjatok hozzá, hanem kizárólag a szolventet. Ez szintén egy nagyon picit benedvesítitek vele a papírt, és egyszerűen áttörlitek. Igazából az alkoholbázisú üvegfesték miatt ugye maga az oldószer az alkoholos, tehát nagyon gyorsan el fog illanni az üvegről. A szolventet mindig zárjuk be, mert egy éjszak alatt képes elpárologni az egész üveg. Tehát a kontúrozást az előző adásban mutattam, hogy történhet úgy is, tehát elkészíthetjük úgy is, hogy az üvegnek a felületén húzzuk a kontúrvonalat, de készíthetjük úgy is a kontúrozást, hogy lógatási technikával. Látjátok, hogy itt mennyire hasznos az, hogy egy forgólap van a kezembe. Én általában a hosszabb felületeket szoktam lógatási technikával elkészíteni. Ha egy kicsit remeg a kezem, akkor ne haragudjatok, de hiába ez a második bejelentkezésem, borzalmasan izgulok. Mert nagyon szeretném nagyon jól csinálni, és úgy, hogy ti is megfelelően lássátok és megtanuljátok, viszont borzasztóan nehéz a saját üveglapommal beszélgetni. Tehát itt megint áttérek arra a kontúrozási formára, amikor a lapon húzom az üveget. Vagy a kontúrt, bocsánat. Én nagyon-nagyon szeretem az ilyen típusú mintákat, ami ad egyfajta szabadságot. Tehát semmi nem történik, hogyha nem követem a mintát, senki nem fog megharagudni, nem lehet majd észrevenni a festés során. Látjátok, itt egy picit beljebb kontúroztam, mint az alaprajz. Tehát egyáltalán nem kell megijedni, nyugodtan, ahogy jól esik.
Előfordult már velem is, hogy sokkal jobban izzadt a kezem, mint normálisan szokott. Javaslom, hogy tegyetek ide olyankor a kezetek alá egy kis törlőpapírt, mert ezzel sokkal jobban tudjátok csúsztatni a kezeteket, ami igazából támasztékot nyújt a kontúrozáshoz. Néha így megpróbálok oda pillantani a felvételre, hogy mennyire látszik az, amit csinálok. A kontúrozásnál általában nagyon fontos szempont szokott lenni az, hogy a kontúrokat mindig zárjuk. Ugyanis akkor nem fog átfolyni a festék. Ugye ez főleg akkor fontos, amikor más színt szeretnénk használni. Én most itt magam elé húztam. Itt se sikerült pontosan ugyanúgy kontúrozni. Forgatom az üveglapot. Nekem mindig kényelmesebb húzni a kontúrt, mint tolni. A balra jobbra történő kontúrozásnál az a lényeg, hogy látni fogjátok, hogy hogy viselkedik a kontúr. Tehát hogy jön ki a csőrből, milyen mennyiség jön ki. Nem tudom, remélem, hogy ez jól látszik a videó felvételen. Ha megszakad a kontúr, nem jelent problémát. A csőrből egy nagyon picit kinyomunk, ugyanoda visszatesszük, ahol az előző kontúr abba maradt, és tovább folytatjuk. Ha kevésbé nyomjuk a kontúrt, akkor vékonyabb vonalakat fogunk tudni kontúrozni. Ha erősebben nyomjuk a kontúrt, és lassítunk a haladáson, a kezünk haladásán, akkor vastagabbak lesznek a kontúrvonalak. A picike vonalaknál én lefektetem a kontúrcsőrét az üvegre. Amikor elkészítünk egy-egy ilyen órát vagy munkát, és van rá lehetőségünk, akkor dolgozhatunk úgy is, hogy mondjuk a virágnak a szirmait feketével kontúrozzuk, viszont a leveleket már arannyal. Az is nagyon szép és érdekes. Lehet úgy is, hogy a szárakat zölddel. Amiket itt láttok, pöttyöket, igazából ezeket esetleg annyira érdemes elkészíteni, hogy csak egy pár pöttyöt körkörösen, hogy lássuk azt, hogy hol van a virágnak a közepe, ahol majd a későbbiekben sötétebb színt fogunk alkalmazni. Van úgy, hogy a kontúr megcsavarodik. Itt például egy ilyen történt, ilyenkor fogom, és egyszerűen kinyomom a papírra ezt a csavarodást. Nyáron, amikor sokkal melegebb van, akkor érdemes két kontúrral dolgozni. Én az egyik kontúrt mindig a hűtőszekrényben tárolom, és egy 15-20 perccel a kontúrozási folyamat előtt szoktam elővenni, a másik kontúrt berakom a hűtőbe, és általában egy ilyen 15-20 percenként cserélgetem a kontúrokat, attól függ, hogy ugye milyen nagy munkát készítek. Mindjárt kész is vagyunk. Én tényleg nagyon szeretem. Ha történik egy ilyen, hagyjuk benne, senkit nem fog zavarni, ott egy kicsit sötétebb színt fogunk alkalmazni. Szerintem a festészetben pont az a szép, hogy mindenkinek megvan benne az egyéni szabadsága.
Én is ezt az órát, ezt a virágos órát többször rendelték már meg tőlem, soha, de soha nem sikerült még ugyanúgy megfestenem. Mindig valami kicsit másabb lesz benne. A színösszeállítás, egy-egy kurfli, máshová kerül esetleg az óra. És az utolsó levél. Itt látjátok, hogy egy picit megcsúszott az üveg. Abszolút nem probléma. Tök, hogy kicsit lejjebb fogom hozni a levelet. Aki szeretné, az bátran alá is írhatja, oda bigyezthetitek a monogramotokat. Ide középre még szintén beteszem ezeket a kis segédpöttyöket, hogy lássuk, hogy hol a virág közepe. A számlapra a pöttyöket utólagosan fogjuk rátenni. Tehát jelenleg így néz ki a kontúrmunkánk. A kontúrnak a száradási ideje, én javasolni szoktam, hogy várjuk meg vele a másfél-két órát, ugyanis utána bátran vissza tudjuk törölni az üvegfestéket, anélkül, hogy a kontúr elmaszatolódna. Tehát 2 óra alatt stabilan megszárad a kontúr. Nekem ezt most félre kell tennem, ezt az órát, és amit tegnap este lekontúroztam, azt fogom elővenni. Tehát ez a tegnap esti kontúrmunka. Látjátok, hogy igazából körülbelül megegyezik, itt kihagytam a levélnek egy kis indáját, utólag bele fogom festeni. Aki szeretné, az nyugodtan alatta hagyhatja a papírt, én ki szoktam venni. Nekem úgy valamivel kényelmesebb festeni. Előkészítem, kicsit elfordítom, jó? Előkészítem a vörösbort, a pirosat, a sárgát, a narancssárgát és a szintelent. Mind az 5 festéket kinyitom. Én általában sorrendbe teszem a színeket, tehát sárga, narancssárga, piros és vörösbor. Kétféle ecsetet is használhatunk, aki jobban szereti, használja nyugodtan a vastagabbat, aki jobban szeretné a vékonyabbat. Mutatnám az eredeti képet. Igazából a virágoknak a belseje, ez lehet teljesen fekete is, vagy esetleg viharkék. Tehát a két szín így egy óralapon, illetve egy festményen nagyon meg fog egyezni. Ezeknél a képeknél, illetve magánál a virágoknál én kívülről befelé szoktam haladni. Nem tudom miért, nekem így szimpi. Amennyire lehet, tegyük közel az üvegfestéket a munkánkhoz. Minden esetben le fog csöpögni a festés, de itt sokkal kevesebb területet fogunk becsöpögtetni, és nem kell utána olyan nagy területet tisztítanunk. Remélem, jól látjátok. Megpróbálom kontrollálni a videóm. Ilyen csepegtető mozdulatokkal belecsepegtetek a szírom felső részébe vörösbor festéket. Majd következik a piros, letörlöm, simán csak letörlöm az ecsetet, egyáltalán nem mosom ki. És a pirossal folytatom a csepegtetést. Amennyiben halványítani szeretnénk egy kicsit a színt,
akkor lép be az úgynevezett transzparens, és amit javaslok, hogy ezt próbáljátok ki az üvegfestés folyamán, hogy ne úgy keverjetek színt, hogy most ide rögtön beteszünk egy, vagy betesztek egy narancssárgát, hanem először legyen egy kis transzparens, elmasszatolom az ecsettel, letörlöm az ecsetet, majd kezdem el egy kicsit, amit szeretnénk eltüntetni, tehát ismételten transzparenst fogunk belecsöpögtetni, és elkezdjük összemosni. Ez akkor lesz nagyon szép, hogyha nem sajnáljuk a festéket, tehát légy szíves, ne sajnáljátok a festéket, bátran, csöpögtessétek oda a festéket, a kontúr vastagsága nem fogja engedni azt, hogy a festék kimenjen a szélére, vagy hogy kifolyjon a kontúrnál, de ha ez ugye mégis előfordul, akkor semmi probléma, fogunk egy fülpucolót, és ezzel letöröljük, sőt, fülpucolóval fogjuk letörölni ezeket a kis pöttyöket is, amik kimentek a szélére. Itt én megint transzparenst fogok használni, és ide fogok belecsepegtetni sárgát. Ami miatt egyébként én meg szoktam várni a kontúrnál az egynapos száradást, az az, hogy így rá tudjam tenni az üveget a kontúrra, és a kontúr mégse fog sérülni. Tehát 2 óra száradást abban az esetben fogok megvárni, hogyha nagyon-nagyon gyorsan kell dolgoznom, mert esetleg egy olyan megrendelést kaptam, ami határidős. Szeretném megkérdezni, hogy nagyon hangosak a madaraim? Mert én hallom őket, nem tudom, hogy titeket mennyire zavar. A lányom most bejött, és megpróbálja elcsitítani őket. Bocsánatot kérek érte, legközelebb kiviszem őket. Múltkor nem csináltak ekkora balhét. Nézzétek csak meg! Egy ilyen nagyon szép színátmenetet kaptunk. Nem tudom, hogy látjátok a legjobban. Emeljem föl egy kicsit. Így esetleg jobban látjátok? Ugyanezzel a technikával fogunk végighaladni, és nézzétek csak, bármennyire is próbálom hasonlóan megfesteni, soha nem fog sikerülni. Hát egyszerűen kétszer ugyanazt a munkát nem lehet megfesteni. Vagy meg lehet, de nem lesz ugyanolyan. Ide egy kicsit átfolyattam belőle. Az üvegfestésnél az, amit nagyon-nagyon szeretek, hogy akármilyen úgymond bakit elkövetek, ez valahogy a végén mégse baki lesz. Hanem vagy egy új színkeverés lesz belőle, vagy egy új árnyalat kialakítása. Fantasztikus! Tehát ahogy a festékek így folynak össze igazából, most a vörösborhoz egyenesen beletettem a narancssárgát. Látjátok, hogy mennyire más? Hogyha először ugye szépen színárnyalatba próbálok lefele haladni, hogy vörösbor, piros, egy kis transzparens, majd a narancssárga. Itt élből beletettem élesbe a narancssárgát. Mennyire megváltozik a hangulata? És akkor most ezen a levélen megmutatom, hogy akkor most a sárgát belecsöpögtetem. Tehát ennél a levélnél használtuk a transzparenst, ennél a levélnél meg nem. Ennyi a különbség. Tehát igazából a transzparens festék az nagyon-nagyon alkalmas ugye a színeknek a halványítására. Tehát azzal tudjuk a színeket halványabbá tenni, illetve a színátmeneteket azzal tudjuk nagyon-nagyon szépen elkészíteni. Letörlöm a kis mindenféle maszatkát. Csinálhatunk ilyet is, például, amikor egy kicsit már a festék úgy a felülete megszáradt. Nézzétek csak, az ecsetnek a hegyével. Így behúzunk ilyen kis csikokat. Följebb emelem, hát, hogyha így jobban látjátok. Nem merem jobban elfordítani, mert leborulnak a festékek. És ugyanezt itt megteszem fölfele. Igazából most így fogunk tovább haladni.
aki esetleg velem fest, akinek volt rá ideje, hogy kontúrozzon, az szintén bátran próbálja ki ezeket a lehetőségeket, hogy meglássa, hogy neki melyik tetszik a legjobban. Én borzalmasan szeretem ezt a vörösbor színt, nekem ez annyira, de annyira tetszik. Látjátok? Itt most megint pirosat használtam, és most igazából fogom, és csak színtelennel így bele csepegtetek, és utána elmasztatolkálom. Volt, aki kérdezte tőlem, hogy gyereknek mennyire adható a kezébe ez a fajta festék. Én sokat festettem ezzel a festékkel rendezvényeken. Rendezvényeken javaslom, hogy a festékeket töltsétek ki kupakba, vagy ha gyerekkel történik a festék, akkor mindenképpen töltsétek ki kupakba. 4 éves gyerek, ha az anyucinak az ölében ül, bátran használhatja ezt a festéket, de kell hozzá a szülői felügyelet. Az én lányom azt hiszem olyan 8 éves korától festett már egyedül ezzel a festékkel, de minden esetben kicsi kupakokba kitöltöttem neki. Van itt egy ilyen kupakgyűjteménye, tehát igazából simán ilyen kupakokról beszélek, tehát ilyen kupakokban nyugodtan, hoppa, töltsétek ki a festéket. Hogyha előre szeretnétek egy halványabb színt kikeverni, azt is kupakba javaslom. Így nem megy tönkre az a festék, ami benne van az üvegbe, illetve az üvegben lévő festékből nem fog elpárologni az alkohol, tehát nem szárad be a festék. Látjátok? Általában minden virágnál, illetve minden tárgynál, ami hátrébb van, az sötétebb, ami előrébb van, az világosabb. Ugye a fény általában a legmagasabb ponton csillan meg, tehát ami hátul van levél, azt befestem teljesen sötétre, tehát vörösborra, vörösbor színnel. Esetleg a felső részét, tehát tényleg csak itt a legfelső részénél beleteszek egy kis transzparenst, majd egy kis sárgát. De itt azért összemosom. Nézzétek csak. Na. Ha például ezek a kis vonalak nem tetszenek, most még nyugodtan bele lehet csepegtetni színtelen festéket, vagy esetleg sárgát. Igazából azért hoztam ezt a virágot a mostani festésnél, mert ennél rengeteg technikai lépést tudok nektek megmutatni, legalábbis szerintem. Például itt, ha valami nem tetszik, fogom a kis fülpucolómat, és egyszerűen visszatörlöm a festéket. És utána ugyanúgy folytatom egy másik színnel. Erre körülbelül egy olyan 15-20 percig van lehetőség, hogy itt visszatörölgessük a festékeket. A pentakolornak az alkohol bázisú festékei, tehát amikor elkészültünk egy munkával, 2 óra alatt porszáraz lesz. Ami az üvegfestésnél problémát jelenthet, hogy a festék felületébe állandóan pordarabkák szállnak bele, hol egy szöszmösz, nyáron a muslincák imádják az illatot, imádják a festék illatát. Közben én folytatom a festést, de megpróbálok beszélni hozzátok. Ami nagyon fontos, egy nappal üvegfestés előtt és egy nappal üvegfestés után ne porszívózzunk, ne töröljünk port. Illetve, ha valakinek van rá lehetősége, akkor ne vezetek ki egy fiókot, és amikor kész van a festmény, akkor tegyétek be a fiókba.
Csukjátok rá a fiókot, egy nagyon kicsi levegő réteget hagyjatok, tehát éppen csak, hogy egy picit maradjon nyitva a fiók. Nem fog beporosodni a festék, tehát nem lesznek benne apró szemcsék. Én erre oda szoktam figyelni, tehát ha tudom, hogy én hétvégén festeni fogok, akkor körülbelül csütörtökön kiporszívózok. És utána nem. Utána keddig például hozzá se nyúlok a porszívóhoz. Van valami kérdés, kérlek szépen, tényleg írjátok, utána mindent meg fogok nézni. Nagyon-nagyon szeretem ezeket a tűzszíneket, szerintem olyan gyönyörűek. Itt, ahol nem tudom, mennyire látjátok, hogy itt ilyen picike pöttyök vannak, össze van csepegtetve. Amennyiben nem reagálunk azonnal, és nem töröljük le azonnal, akkor a fülpucolóval a szolventbe belenyúlunk, itt az oldalán egy kicsit végig tekerjük, hogy azért ne tocsogjon az alkoholos oldószerbe, és ezzel fogjuk így egy kicsit letörölgetni a munkánkat. Ugye az alkohol nagyon gyorsan elpárolog róla, tehát nyugodtan tudunk dolgozni. Főleg, hogyha száraz a kontúrunk, akkor nem sérti meg a kontúrt se. Tehát nyugodtan rámehetünk bátran, és letisztíthatjuk a munkafelületet. Itt megint van egy sötétebb rész, ezt hátrébb van ez a levél. Ha világosabb virágot szeretnénk csinálni, vagy készíteni, akkor fordítva fogjuk alkalmazni a színeket, de mindjárt megmutatom ezt is. Nekem itt is van egy nagyon éles vonal, ami nem szimpatikus. Nem tudom, mennyire látjátok. Itt én látom, én ide belecsöpögtetek egy kis színtelent. Ide jön egy kis sárga, és itt kicsit átmosom a festéket. Ő egy piros csepp volt, kicsit elnarancssárgásodott. Jó? Egyelőre ezt a virágot most így hagyjuk, és megyünk a következő virágunkra. Elrendezgetem a festékeket. De majd megpróbálok úgy helyezkedni, hogy a legjobban lássátok. Sötét, tehát a vörösbort alkalmaztam. Ide egy kis narancssárga. Tudom, hogy azt mondtam, hogy a festékeket leszoktuk törölni, vagy az ecsetet leszoktuk törölni. Valahogy egy idő után nekem ez annyira rutinommá vált, hogy mindaddig használok az üvegen egy festéket, amíg igazából el nem fogy az ecsetről. Ahogy az ecseten nincsen festék, nem tud mi visszakerülni a másik színbe, tehát nyugodtan belenyúlhattok a másik színbe, de ehhez kell egy bizonyos rutin. Jó? Tehát aki bizonytalan magában, hogy az ecsetet jól kitörölte, vagy nem jól törölte ki, az minden esetben törölje az ecsetet. Látjátok, itt látszik, hogy nem volt kitörölve az ecset. Ha ki van törölve papírral az ecset, akkor nem narancssárgásodik el a sárga. Most kitörlöm papírral. Hoppá. És megint a vörösbor. Ezeknél a virágoknál egyáltalán nem probléma, ha véletlenül most direktbe átfolyatom egy kicsit a festéket. Tehát nem baj, ha átfolyik a festék, ne problémázzunk rajta. Vagy dolgozzuk el, keverjük meg, vagy egyszerűen, amit mutattam, hogy fogjuk meg, és fülpucolóval szedjük vissza a festéket. Jó? És akkor visszatehetjük oda azt az eredeti sárga színt, amit alkalmaztunk. Nézzétek,
Jó, tehát ne legyen probléma. Ne féljünk ettől a típusú festéstől. Ez egy borzasztóan jó és nagyon-nagyon könnyed technika. Pontosan azért, mert a rajz az mindig egy segítséget ad nekünk az üveg alatt. Illetve természetesen saját mintákat is tudunk tervezni, ami viszont nagyon-nagyon jó pofa. És onnantól kezdve tényleg tökéletesen egyedi lesz a munkánk. Egyébként a családtagjaink, rokonaink imádják ezeket az órákat. A kreatív boltokban tényleg mindent meg lehet hozzá kapni. Gyors, nagyon könnyű technika szerintem, és nagyon-nagyon látványos. Na, itt van még egy utolsó kis virág. Hát én ezt a szirmocskát, vagy mi ez, én ezt most virágszíromnak kezeltem, de ez egyébként akár levél is lehetett volna. Itt szintén sötétet, vörösbort alkalmazok egy kis pirossal. És ide sima színtelent teszek mellé, itt nem sárgásítom el. Kérdezzetek bátran, sajnos most nem tudom megnézni. Itt látok egy pici lukat. Képfestésnél, hogyha szeretnétek ellenőrizni azt, hogy alul tényleg vagy a kontúroknál pontosan megfestettetek-e mindent, és nincsen lyuk, akkor mutatok rá egy nagyon jó pofa technikát. Szintén kupakokat fogok alkalmazni. Tehát egyszerűen felteszem kupakokra a munkát. Nézzétek csak. Ugyanis, amikor a fény rávetődik egy kis eltolással, ugye a bejövő, beszűrődő fény miatt, ott, ahol nem lett rendesen megfestve, egy nagyon pici hófehér luk lesz. És így bárki tudja otthon ellenőrizni, tehát nem kell felemelni, nem kell a fény felé fordítani. Itt, mivel ugye alulról is bekerül a fény az üveglap és a festés közé, vagy a papírlap és a festés közé, ezért nagyon-nagyon gyorsan és pontosan észre fogjátok venni, hogy hol vannak pici lukacskák. És ezeket így utólag egyébként ki lehet pótolni. Tehát látjátok, itt is van egy picike. Ez egy óralapnál nem probléma. De ha ablakképet készít valaki hasonló technikával, üvegfestéssel, akkor ott a pici lukak azok nagyon zavaróak lehetnek. Jó, most kiveszem alóla, mert így azért könnyebb festeni. Itt van egy kis tisztítandó részem, ezt a részt egy kicsit összekentem, tehát mint mutattam az előbb is, szolventet előveszem, megtisztogatom. Szolventtel bármeddig vissza tudjátok oldani az üvegfestéket. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy soha, de soha nem használunk oldószert a festéknek a higítására vagy a keverésére. Hogyha be van egy picit sűrűsödve a festék, akkor kérlek szépen titeket, hogy mindig a transzparenssel higítsatok. Abszolút nincs benne pigmentanyag, tehát borzasztóan folyékony, higításra tökéletesen alkalmas. Szerintem előző alkalommal elmondtam, hogy én nagyon-nagyon szeretem az alkoholbázisú üvegfestékeket. Igazából azért, mert föl lehet rázni a festékeket, és egyáltalán nem lesz buborékos. Tehát sajnos más festékeknél ez előfordul, hogy ahogy belekerül az ecset, vagy fölrázzam a festéket, buborékok keletkeznek, és ezeket elég nehéz eltüntetni. Nagyon-nagyon szeretem, hogy sokkal folyékonyabb a festék, sokkal lágyabb a festék, ezáltal a terülése sokkal, de sokkal könnyebb, és itt sokkal könnyebb színátmenetes munkákat készíteni vele. Tehát tényleg nagyon-nagyon egyszerű.
15 foknál kezd el bőrösödni a festék, amikor is a festéknek a felső felületén egy hártya képződik. Ezt azért tudom, mert egyszer egy rendezvényen voltam, ahol nem tudjuk, hogy mitől, de egy fél óra alatt a 23-24 fokból 15 lett, beborult az ég, és hát ugye nem volt arra lehetőség, hogy hirtelen összepakoljunk, mert volt, akik még festettek, és ott tapasztaltam ezt, hogy 15 fokon bebőrösödik a festék, viszont utána, amikor bezártuk a festéket, és utána újra elkezdtem vele dolgozni, ugyanúgy viselkedett, mint újkorában. Tehát nem volt benne semmilyen szősz, nem volt benne semmilyen gumó, semmilyen kis ragacska, tehát teljesen, mintha újonnan bontottam volna ki a festéket. Na nézzétek, csak itt lefestettem egy teljes sziromcsoportot sárgára, és most belerakok, beleteszek pirosat, így a kis széleibe. És most így csinálok egy színkeverést. Láttatok, hogy elszaladt rajta? Ezen nem? Nem, az előbb úgy elszaladt rajta az a kis gombóc. Tehát a világosabb szirmokat szeretnétek, akkor először a világos színnel dolgozunk, és utána haladunk folyamatosan a sötétekkel. Nekem ide hiányzik egy kis transzparens, tehát így belecsöpögtetgetek. Én jobban szeretek úgy színt keverni, hogy használom a színtelent. Könnyebb, vagy szebbek szerintem az átmenetek, de ez teljesen szubjektív, tehát mindenkinek saját véleményére bízom, hogy hogy érzi. És látjátok, rendes színkeverésnél, ugye ha pirosat a sárgával keverem, akkor abból elviekben egy narancssárga lesz, de itt valahogy mégsem olyan igazi a narancssárgának a narancssárgája, ezért használok egy kis narancssárgát, egy ilyen kis valós narancssárgát. Nem tudom, hogy látszik-e a felvételen. Én nálam teljesen más színű ez a rész, mint ez a felső színkeverés. Érdemes még egy olyan trükköt alkalmazni, hogy amikor megfestünk valamit, esetleg egy kicsit megragadunk, vagy nem tudunk tovább lépni, de akkor is jó ez a technika, hogyha készen van a munkánk, hogy készítünk egy fotót, akár telefonnal, akár fényképezőgéppel, és megnézzük a fotót. Valahogy teljesen mást fog visszaadni a lefényképezett kép, mint amit mi látunk, akik elkészítettük a festéket, vagy a festményt. Én portréknál szoktam ezt alkalmazni, mert ott derülnek ki igazából a hibák, de így a virágoknál is, vagy bármilyen festésnél érdemes lefotózni néha-néha közbe a munkánkat, és meg fogjuk látni, hogy hol hiányzik még egy kis sötét, hol lenne jobb egy kis világos színt belekeverni. Tehát azt tudjuk ezzel elérni, hogy olyan tényleg egységes legyen a munkánk. Ezek a levelek, amiről beszéltem, hogy belül vannak, tehát hátul. És van még kettő virágunk, nem, egy virágunk és két bimbónk. A bimbót azt megfestem sötéttel, a vörös borral. Itt is természetesen, amennyiben szeretnénk, egy kis színtelent tudunk beletenni, mintha megcsillanna rajta a fény. A fény az mindig a legmagasabb felületen csillan meg, tehát az a legvilágosabb, szinte fehér. Itt hasonló helyre tesszük, mint az előzőnél. És van egy utolsó kis lehajló virágunk.
Nagyon érdekes számomra ez az élő videózás, mert ugye most próbáltam másodszor, viszont az élő videóknál derül ki igazából, hogy egy munkának az elkészítése, egy festmény elkészítése mennyi időt vesz igénybe. És ha belegondoltok, hogy persze meg kell kontúrozni a kis munkánkat, ki kell előtte kontúrozni, el kell rakni, száradni, de ha belegondoltok, akkor azért másfél-két óra alatt egy gyönyörű, szép, remek mű, egy tényleg ízig-vérig egyedi készítésű, csodálatos dísztárgy elkészíthető. Itt használok egy kis fülpucolót. És a szokásos pöttyös takarítás, tehát letakarítgatom a pöttyiket. Letakarítgatom a pöttyiket. Közben a lányom néha belibeg, ellenőrzi, hogy élek-e. Úgyni. Még egy nagyon fontos dolog. Tudom, hogy a dekupás technikáknál, illetve több festési technikánál hajszárítót lehet alkalmazni a száradás gyorsítására. Az üvegfestésnél nem ajánlom. A hirtelen hő megrepesztheti a festéket. Tehát ne tegyük ki a napra, hogy gyorsabban száradjon, ha kérhetem. Ne szárítgassuk hajszárítóval. Tényleg várjuk meg, míg magától megszárad. Hát a hajszárító az üvegfestéknek nem tesz jót. Amikor egyik színből a másikba áttérünk, tehát értem itt az alatt, hogy a pirost most befejeztük, illetve a tűzszíneket, át fogunk térni a zöldre, akkor viszont szolventtel mossuk ki az ecsetet, jó? Én szoktam javasolni, hogy ne mártsuk bele az ecsetet, és ne kezdjük el így öblögetni, mert ugye visszaoldódik az összes festék. Jó? Tehát így simán megtörölgetjük papíron, és látszik is, hogy milyen szépen kitisztult. Én előveszek egy új papírkát. A festékeket most már zárjuk be. Tehát amit nem használunk festéket, azt bezárjuk, és félretesszük. Igen, a szolventtel kellett volna először kezdenem. A transzparens marad. Jó? Tehát az áttetsző szín marad. Használunk egy olivát. És használni fogunk egy rezedát. Technika igazából ugyanaz, mint az előbb. Tehát akár a rezedával, akár az olivával megfestjük a szárakat és a leveleket. Aki nemrég fest, annak javaslom, hogy itt is elteheti a munkát egy-másfél napra, nyugodtan, nem órára, napra. Egy nap alatt annyira megszárad az üvegfesték, hogyha így egy kicsit kézzel véletlenül belenyúlunk, akkor se fog látszódni. Itt ugye, hogy most így festettük, hogy szinte egyszerre mindent, így egy kicsit óvatosabban bánok én is most az ecsettel. Kicsit kevesebb festéket teszek rá, pontosan azért, hogy nehogy belecsepegtessek bármilyen szint a piros festékembe. De ha ez előfordul, akkor ugyanazzal a technikával, amit az előbb mutattam, tehát egyszerűen kiszedjük fülpucolóval, transzparenst teszünk az üveglapra, és utána folytatjuk a festést. Itt is használok egy kis színtelent, hogy szebb legyen a színátmenetem, szebbek legyenek az árnyalatok, és teszek be egy kis olivát. Nagyon-nagyon szeretem az oliva színt is. A rezedának nagyon szeretem ezt a neonélénkségét, viszont az oliva az egy borzalmasan visszafogott zöld, nagyon-nagyon kellemes, és tényleg bármihez alkalmazható. Nagyon, hát én nagyon szeretem ezeket a színeket.
Ide még teszek egy kis sötétet, mert ugye onnan indul a levél. Nézzétek csak. Ide is. És a fő motivumokkal lassan készen is vagyunk. Jól látjátok, amit festek? Nem tudom, hogy helyezem az üveglapot, hogy mindent lássatok. Kicsit elmaszatolgatom, picike levelet is, és használok egy kis olívát az alsó részére a leveleknek. És az utolsó levélként következik. Igazából az üvegfestésnél tényleg elkészült a munka, akkor a száradásnak a megvárása az, ami nekem is ilyen úristen problémát szokott jelenteni. Tehát én egy kicsit türelmetlen vagyok, és annyira, de annyira sürgetném, hogy legyen már kész, és száradjon már meg, és már hagy fotózzam be, vagy hagy adjam már oda annak, aki kérte. Itt egy kicsit kimentem, ott visszatörölöm. Úgy. Még a zöld levélnél itt nekem hiányzik egy kis zöldike, egy kis olíva picike levélnél, és itt még a szárat megfestjük. Aki szeretné, az természetesen most megint kupakra teheti, hogy lássa, hogy hol vannak a lyukacskák, vagy hogy van esetleg lyukacska. Itt kimaradt egy csepp. Na és ilyenkor érdemes egy fotót készíteni róla, mert akkor tényleg látjuk azt, hogy mennyire egységes a munkánk. Bezárjuk az üvegeket. Most bezárom egy picit a transzparenst is, és akkor csinálok egy ilyen összehasonlítást, hogyha látjátok, hogy igazából ez készült el most, ez volt az eredeti. Ami most következik, a belső rész megfestése viharkékkel, és utána el fogjuk kezdeni. Tehát a belső részt fogjuk most megfesteni, és utána el fogjuk kezdeni az árnyékokat. Én itt már látok is egy hibát, tehát itt ugye fekete, vagy viharkék színű, itt viszont sárga. Aki szeretné, az nyugodtan fessen rá a sárgára, semmi probléma nem fog történni, vagy akár fülpucolóval ki lehet belőle szedni a színt, de így is hagyhatjuk. Ezért mondtam, hogy kétszer ugyanazt az órát egyszerűen, vagy ugyanazt a munkát nem lehet megfesteni. Tehát elővettem a viharkéket,
Az ecsetemet most kitisztítom a zöld után. Tehát a zöldet teljesen kitisztítom. És viharkékkel szépen. Látjátok? Jól látjátok? Néha, hogy megpróbálok jobbra nézni a számítógépemre és kontrollálni, hogy mit művelek, hogy mennyit láttok abból, amit készítek. Tehát egyszerűen csak megfestem így a közepét. A közepénél úgyis a fehér pöttyöknek lesz jelentősége. Amikor ez elkészült, akkor előveszem a transzparenst, a viharkéket természetesen nyitva hagyom, és előveszek egy nagyon kevés kis hajnalkát, ugyanis a virágnak ugye az árnyék rész az viharkék, viszont itt az óra széleinél, itt egy kis hajnalka került a festésbe. Na, most jön az oroszlán része a dolgoknak, mert elkezdjük megfesteni az árnyékokat. Itt egyáltalán nem fontos az, hogy mindenhol nagyon sok festékkel határozottan haladjunk. Tehát hívhatnám ezt úgy is, hogy úgymond száraz ecset technikával dolgozunk, tehát elindulunk a festékkel, a festékkel teli ecsettel egy saroknál, és utána elkezdjük így kihúzni a színt. Tehát amíg az ecseten van szín, addig bátran húzzuk ki. Jó? Látjátok? Sokkal sejtelmesebb lesz, sokkal élettel telibb lesz a festmény. Ez szintén tetszés szerint lehet alkalmazni, tehát nem muszáj minden csík mellé beletenni két oldalról az árnyékot. Itt szépen beárnyékoljuk. Ahol úgymond jól esik. Ahol szimpatikus nekünk. Mivel nagyon kevés festékkel dolgozunk, ezáltal nem fogunk belemenni a frissen festett zöldbe. Ahova sötétebbet szeretnénk, oda ugye több festéket használunk, ahol világosabbat, ott ugye kevesebbet és egy kicsit elnyújtjuk. Egy kicsit bonyolult így festeni, de megpróbáljuk. Tehát szerintem ez akkor szép, hogyha nem egyenletes kéket használunk, mert az igazából úgy fog kinézni, minthogyha egy vastagabb kontúrvonalunk lenne. De itt nem ez a cél, hanem itt a cél az árnyékolás. Látjátok? Mennyivel más? Míg a felső rész az így barna narancssárga, az pont ugyanolyan szép, mint itt a viharkék és a hajnalka. Tehát van olyan munkám, ahol nagyon-nagyon sok színt használok, szinte a pentakolornak az összes színét, ott például barna a háttér, tehát az árnyékolási rész nem kék. Van, ahol kicsit sötétebbre, van, ahol kicsit világos. Stílust ad az árnyéknak. Nekem mindenféle érdek nélkül tetszenek ezek a fantázia virágok.
most egy kicsit magam felé fordítottam, bocsánat, de remélem azért így is jól látjátok. Elkészültünk az árnyékolásnak az első fázisával. Hát ezzel még nincs vége. Most jön az, hogy fogjuk, és mindenhol transzparenst fogunk belecsöpögtetni minden olyan részbe, ami igazából nem lett eddig befestve. És ezzel a transzparenssel egy kicsit összemossuk az árnyékunkat. Én úgy szoktam csinálni, hogy amikor belecsöpögtettem a transzparenst, megtörlöm az ecsetet, tehát letörlöm az ecsetről a festéket, és a transzparens festékkel így oda nyomogatom a kékszínű festéket közel a levélhez, vagy közel ahhoz a vonalhoz, amit árnyékolni szeretnék. Látjátok? Tehát így egy kicsit oda tologatom. A transzparens festék jelenleg, mivel nem száradt meg teljesen a viharkékünk, vissza fogja oldani a viharkéket. És pont ezért lesz ez a nagyon-nagyon márványos... Nézzétek csak! Itt tudom mutatni, hogy ezt igazából már a transzparens festék csinálta, ahogy kicsit visszaoldotta a viharkéket. Sajnos nem tudom közelebb tenni a kamerát, mert akkor szinte teljesen belelóg az üvegbe. Én így szoktam ezeket a márványos részeket elkészíteni. Ha véletlenül belecsöpög a már kész piros festékbe vagy vörösborba, nem probléma, hagyjuk ott. Szépen visszaoldják még egymást, és semmit nem fognak csinálni. Tehát nem fogják elrontani a munkánkat. Látjátok, milyen aranyosan viselkedik a festék? Olyan érdekes. Kisebb felületeket, azokat érdemes ecsettel, viszont a nagyobb felületeknél én egy kicsit csalni szoktam. Elnézést kérek mindenkitől, tehát a csalás a következőképpen fog működni. Remélem látjátok, fogom, kiöntöm a színtelenemet, letörlöm a szélét, hogy ne folyjon végig, és egyszerűen az ujjammal így bepepecselem. Ha úgy érzem, hogy itt hiányzik belőle egy kis kék, hát akkor hozzáteszek. És folytatom az ujjammal való kis pepecselést. Látjátok? Tehát nagyon gyorsan és határozottan lefestem az üvegnek a nagyobb felületeit. Természetesen az ecsettel rá fogok segíteni, hogy a transzparens festék és ez a márványozás, ez mindenhova odaérjen, kiérjen. Ha valahol hiányt érzek, oda még egy kis üvegfestéket teszek, transzparens színűt. És itt jön be az, amit mondtam, hogy egy nagyon pici hajnalkát fogok használni a szélekhez. Nézzétek csak! És ezt is így belekevertem. És ezáltal kapunk egy ilyen nagyon-nagyon jó pofa márványos felületet. De ezt bárhol tudjátok alkalmazni. Bármilyen színnel. Igen, nagyon-nagyon sok transzparens kell hozzá, tehát egy ilyen óra elkészítéséhez körülbelül egy fél üveg transzparenst használok el. Látjátok, itt is egy kicsit visszavettem belőle. És akkor már készítem a másik oldalát az órának, illetve itt még annyi feladatom van, hogy a közepét se hagyjam ki.
Valahova még több kéket szeretnénk, viharkéket, tegyük bele bátran. Itt megint az előző technikát alkalmazom. Fogom, és összepepecselem. Bátran rámegyek a saját aláírásomra is. És ahogy az előző oldalon is, egy kis viharkék. Kezünkről az üvegfesték szolventen le fog jönni, tehát senki ne aggódjon. Sima kézmosással nem, úgy ragadni fogunk tőle. És majdnem kész vagyunk. A szélekhez teszek egy kis hajnalkát. És folytatom. Ha sok a festék, itt is ugyanúgy fülpucolóval oda tudunk nyúlni, ki tudjuk venni. Megtöröltem az ujjamat, és befejezem az alsó részt is. Itt egy kicsit elmosom a kéket. Volt egy éles vonalam. Ellenőrzöm ugye, hogy a kontúroknál a virágokhoz közel oda került a transzparens is. És elkészítettük igazából az üvegfestésnek a hátterét. Én nagyon szeretem, hogyha mindennek van háttere. Megmutatnám az eredetit. Tehát ez az eredeti óránk, és ez, amit most elkészítettünk. A helyzet az, hogy a kontúrokat, amiket itt láttok, a fehér, a fekete, és ezeket a különböző kis indákat, ezeket nem tudjuk most rátenni a festményünkre, ugyanis meg kell várnunk, amíg a festményünk megszárad. Én javaslom a egy-másfél napot. Ezt most egy picit félreteszem, ezt a munkát, és meg fogom mutatni az eredetin, hogy hogyan dolgozzunk tovább. Előveszem az eredeti kontúromat. Igazából, amikor ráteszem a megfestett és már megszáradt munkát, sajnos ez még mindig nem a száraz, akkor mivel az alkoholbázisú üvegfesték áttetsző, ezért pontosan látni fogom, hogy hova kell elhelyezni az órának a számlapját. Ez a festmény az, amit most készítettünk, tehát ez még nem száraz. Ennek ellenére pöttyöket lehet rátenni. Tehát a pöttyöktől semmi baja nem lesz sem az üvegfestésnek, sem a kontúrunknak. Elmasszatolni nem fogjuk. Amit nem tudunk megcsinálni, illetve elkészíteni, azok a pici indák, csíkozások, esetleg feliratozás, ehhez meg kell várni, míg a munkánk teljesen megszárad, de ezt meg fogom mutatni az már én kész órámon, hogy hogyan fogunk vele tovább dolgozni. Tehát ha idáig eljutottunk, akkor félre fogjuk tényleg tenni,
És most az eredeti órán megmutatom, hogy hogyan dolgozunk. Tehát elővesszük a fehér kontúrt, teljesen megszáradt a festményünk, és a fehér kontúrral úgymond ilyen kis indákat húzogatunk bele a munkánkba. Itt nem muszáj a kontúrt megemelnünk, mert ha megemeljük a kontúrt, akkor ugye egy vastagabb kontúrozást, kontúrvonalat kapunk, de akinek esetleg tetszik, azt tegye meg. Amiért én szeretem megvárni, hogy teljesen kész legyen, nézzétek csak, tehát most én így belekontúroztam, esetleg mégse tetszik, akkor fogom, és egyszerűen letörlöm. Tehát ez az, amit ugye nem tudok megtenni, ha nem teljesen száraz az üvegfestményem. Akkor nem tudok törölni. Így ebben az esetben igen. Ugye középre pöttyöket teszek, még itt rá pöttyözök egy picit, majd fekete kontúrral kis indákat rajzolok. Én azért szeretem még nagyon a pöttyöket meg az indákat, mert egy kicsit finomabbá teszik a munkámat. Tehát valahogy olyan aprólékosabb lesz tőle, illetve az esetleges apró hibákról elvonják a szemet. Nézzétek csak! Tehát egyszerűen teszek még ide ilyen kis indákat, ilyen kis cicomákat, ahogy a családom hívja, anya felcicomázza a festményt. Illetve ami még aranyos, jaj, a madarkáim megint beindultak, hogy ettől olyan légiesebb lesz. Ami a rajzon szerepelt, a virágoknak ugye ezek a kis, nem tudom, hogy hívják, bibécskéi, ezeket is utólag fogjuk beletenni. Jó? Nem tudom, mennyire látjátok. Hangosak lettek nagyon a madárkák. Jó, tehát jelenleg így néz ki a munkánk. Ezzel még mindig nincs vége. Ugyanis az üvegfestés órának az óra szerkezete, az ugye szintén nem látszódhat át az órán. Nagyon fontos, hogy olyan óraszerkezetet választatok, ami falra akasztható óraszerkezet. A Pentárt kínálatában mutatom, többfélét lehet kapni, tehát lehet kapni azt, aminél nagyon egyszerű, és úgymond ez az elegáns, klasszikus óramutató, és lehet olyat is kapni, ami ez a nagyon nőies, nagyon hölgyes, nagyon csajos óramutató. Jó, tehát bármelyiket választjátok. Nagyon fontos, hogyha ugye a kész munkámat én ráteszem egy óra szerkezetre. Bocsánat, hogy itt bénázom. Tehát ha ráteszem egy óra szerkezetre, akkor át fog látszódni az óra szerkezet. Ugye ez nem szép. Ezért a teljes kontúrozás, száradás, és tényleg, amikor már csontszáraz a festményem, én egy nagyon egyszerű technikát szoktam alkalmazni. Ha megnézitek a hátulját, akkor igazából fehér a hátulja. Ezt megmutatom most nektek egy olyan óralapon, ami nincsen még megfestve. Egy pillanatot kérek. Tehát előveszem a Pentártnak a fehér színű üvegfestékét. Ezt mondtam, hogy ez felrázható, tehát nem lesz probléma vele, bátran rázzátok fel. Tehát nem tudom, mennyire látjátok, tehát itt is felveszem a szivacsra, és egyszerűen leszivacsolom. Megfordíthatjuk a folyamatot, tehát itt is fogom, leöntöm, és megszivacsolom. Körülbelül egy óra, másfél óra száradás után még egyszer meg fogom szivacsolni. Nézzétek csak! Tehát azért most már nem annyira látszik át az az óra szerkezet. Ha még egyszer megszivacsoljátok másfél óra múlva, akkor egyáltalán nem fog átlátszódni az óra szerkezet.
erre visszatekerjük a kupakot. Illetve, amikor minden megszáradt, tehát a munkánk, hátul a szivacsolás, én javaslom, hogy tegyetek azért az óraszerkezet alá egy sima papírt. Ez tényleg mindentől védeni fogja az alsó festéket is. Erre a papírra esetleg rá lehet írni az elérhetőségeteket, nyomtatóval lehet nyomtatni, és simán egyszerűen körbevágni, nem fog sérülni. Nem tudom, hogy az óraszerkezetnek az összerakását azt ismeritek-e, de akkor megmutatom. Ez egy kék plexi lap, tudni kell, hogy a pentárt festékei plexire ugyanúgy használhatóak. Tehát az óraszerkezet, ráhelyezem a kis órámat, a csomagban igazából minden benne van. Bocsánat, itt van egy ilyen alátét, tehát óraszerkezet, az alátét, a kész és megfestett óra, szintén egy ilyen elegáns záróelem, és egy csavar. Tehát ezt a csavart kell rácsavaroznom igazából az óraszerkezetre. Ahhoz, hogy ne mozogjon, jó erősen meghúzom. Először a kismutatót helyezem rá. Utána a nagymutatót. És végül a másodperc mutatót. Most látjátok? Tökéletesen működik az óránk. A hátsó részébe elemet tudtok helyezni, egy darab ceruza elem. Ő is akasztós, tehát tényleg arra nagyon vigyázzatok, hogy az üvegórákhoz mindig olyan óraszerkezetet választatok, ami falra akaszthatós. Azt hiszem, sikerült mindent megmutatnom és mindent elmondanom nektek, hogyha bármi kérdés van, akkor légy szíves szóljatok, légy szíves írjatok. Az a helyzet, hogy én most nem nagyon látom magamat, tehát nem tudom, hogy ti láttok engem. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok. Nagyon sok sikert kívánok a festéshez. Aki esetleg megfestette, nagyon szeretném, hogyha elküldenétek nekem, vagy felrakjátok a Pentart Dekornak a csoportjába, vagy akár nekem privátba is. De tényleg bármilyen kérdés van, nagyon szívesen segítek. Szép délutánt kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy velem voltatok.